Üdvözöllek, kedves nézőim, újra itt a csatornámon. Ma egy favázas üvegházat készítettünk itt, itthonunkban, Erdélyben. Ezt szeretném bemutatni különösebb kommentár nélkül, plusz kommentár nélkül. Ha valami érdekel, majd a készítéséről és végül is, ha valami érdekel, akkor a kommentbe nyugodtan megkérdezhetitek, válaszolni fogok. Amint tudjátok, a kertészkedés remek kikapcsolódás sok embernek, jó időtöltés, sokszor még nagyon hasznos is. De ugyebár az időjárás hamar tökre tudja tenni az egész éves munkádat, így egy üvegházban nem csak védelmet tudsz biztosítani a kényes palántáidnak, hanem sokkal tovább is lehet termeszteni benne növényeket, mint a szabadföldön. Üvegházat sokféleképpen tudsz építeni, az egyik legolcsóbb megoldás a fóliasátor, fémvázon vagy favázon, de mint tudjuk, a fólia sem örök életű. Pár év után le kell cserélni a fóliát, ami elég költséges. Sokan azzal oldják meg mostanában, hogy sokkal drágább fedelet vesznek átlátszó polikarbonát táblákból, ezeket összeállítják és úgy rakják fel a tetőre, mert ugyebár a fóliát a nap és az idő tönkre teszi. Nap, hideg, tél, nyár, tél, nyár, és ebből ennek az az eredmény, hogy a végül a fólia szószoros értelmében mint a homok, mint a por széje megy. A sátor oldalát is építhetjük fóliából. A fából megépített üvegház váz nagyon tartós, és ha megfelelő több rétegben lekedjünk vékony lazúrral, mint ahogy a videón is látod, mi is megtettük. Köszönöm a figyelmedet, és üdvözöllek, elvállak más videóimra is ide az oldalamra. Köszönöm, szia! Az se baj, ha ti. Szerencsé, hogy vagy te!
De nagyon szavartja. Van hosszabb szavar? Kustyev!
fele is. Arra viszed egy kicsit ezt a felét? Úgy, úgy. Most jön a teteje.